23. perc, Dunaújváros és szabadrugás a 11-es ponttal egy magasságból. Babos öklöz! A második Dunaújváros és szöglet. Elszáll a fejek fölött! Gól! Nagy védelmi hiba után lengyel elé pattan a labda, aki az ötösön belül állva közvetlen közelről bevágja Babos fölött a hálóba a hazaiak vezető gólját. Mezőnyfölényben játszott a Dunafer, az MTK-nak még csak lehetőségesen volt, így hát nem lehet csodálkozni azon, hogy 1-0 az állás. Kovács Henrik. Még egyszer nem szólok. Egy állhat, a többi ül. Igen, tessék leülni ott, Pálinkás úr is. Üljenek le! Tököli ügyesen tette maga elé, könnyedén hagyta ott Fehér. Tököli, Nagy Tamás, onnan el lehet vállalni, megcsinálja a csát, szép Nagy Tamás! És aztán becsúsz a szerel Fehér Csaba. Zavacki. Jól veszi észre Oroszt. Orosz bent a 16-oson belül, mit csinált Orosz Ferenc? Ahelyett, hogy olyan 10-11 méterről rálőtte volna, beadással próbálkozott, rosszul tette. Kenesei. Illéshez eljutott végül, erős, jól jött ki Molnár, és jól és további tesz pedig kiállítás ez. Halmai nagyon-nagyon csúnyán oda ütött Molnárnak, de csak sárga lap. Erős. Illés háta mögé kapta. Ez is lapot érdemlő eset, erős, rátartott, sárga. És egy kis dulakodás. Két percen belül három sárga lap, tulajdonképpen nem lehet csodálkozni rajta, hogy elszabadulnak az indulatok. Molnár. Nyicsenko befelé fordul. Aztán egy visszaemelt labda, nincs les. Lengyel megcsinálja a cselt, aztán elcsúszik. Halmai. Madar. Erős hagyja, Kenesei, Halmai, rálövi, kapufa, és bent volt? Nem. Mutatja a parc, ez, hogy nem, aztán igen. Csak hogy a gól, úgy látom, érvénytelen, szabadrugás kifelé. A kapufáról visszahullott Halmai lövése után a labda Rabócki megfogja, és aztán szabálytalan ez a momentum. Lukat rugott Babos. Azért ez nem akármilyen jelenet. Egy hazagurított labdánál Babos lukat rug, és aztán a labda olyan egy méterrel a kapu mellett hagyja el a játékteret. Zavacki. Komlósi mellett. Beemeli középre, Nyicsenko lukat rug. A csereember 16 perccel a találkozó a rendes játékidő vége előtt döntő pillanatban ront. A pálya is nehézé teszi a meccset, de hát az MTK nagyon jó csapat. Arra készültünk egész héten, hogy a királyt a trónról letaszítsuk, hát ehhez most 10 perc választ el minket. Bízom benne, hogy a csapat most már kitart, és legfeljebb még rúgunk egy gólt. Madar. Teljesen üresen Kenesei középen, Madar észreveszi, Kenesei helyzetben, és fölpattan Rabóczkiról gól. Egyenlít az MTK. Kenesei kerül helyzetbe, Rabócki megpattan, aztán ott középen Egressy piszkál bele, tehát tulajdonképpen ő a gólszerző. 1-1. Komódi. Tököli kap jó labdát, Kuttort hagyja ott. Tököli megcsinálja a cselt, és Babos leszedi a lábáról. Kuttor reklamál, Tököli reklamál, majdnem össze is verekednek. Marad az 1-1. MTK Hungária szabadrugás. 84. perc. Kenesei mutatja, hogy ugyan álljon már hátrébb a sorfal. Fehér fejjel gól, de le sem volt Fehér Csaba.
Tököli, nincs les, Kuttort hagyhatja ott, Tököli, Babos jön ki a kapujából. 92. perc, Dunaújvárosi akció még a mérkőzés végén, Kicsenko ott van előtte, egy lepattanó labda, Babos véd! És szöglet. Jekyll küldte rá. Úgy érzem, hogy győzelmet szalasztottunk el a mai mérkőzésen. Több lehetőségünk volt, sajnos nem tudtuk kihasználni, hát érzésem szerint elég furcsa góllal egyenlített az MTK. Az elsőben elég sok labdát elvesztettünk a középpályán, és így a Dunafernek a támadójátéka dominált. A második fél időben pont ez megfordult, és én ennek tulajdonítom, hogy ki tudtunk egyenlíteni, aminek örülünk, de azért a győzelemre játszottunk volna szívesebben. Csalódott? Így a mérkőzés után, igen, mérkőzés előtt is ugyan a győzelemre törekedtünk, de ebben a mérkőzésben a bajnokkal szemben még a döntetlen is elfogadható lett volna. De hogy így játékban is és gólhelyzetek kialakításában úgy érzem, hogy többet tettünk, így a mérkőzés után egy picit csalódottak vagyunk, bár elismerésem, minden elismerésem a játékosoké.